A járványhelyzetben különösen fontos az influenza elleni védőoltás beadatása, írják a Nemzeti Népegészségügyi Központ javaslatában. Az ingyenes vakcina fele még a lakosság rendelkezésére áll. Az oltást a magas kockázatú csoportba tartozó embereknek különösen ajánlják. Fokozottan veszélyeztetettek közé tartoznak például a 60 éven felüliek. Egészségi állapotuktól függetlenül a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri, valamint anyagcserebetegségben szenvedők, a csökkent immunitású emberek, továbbá a várandós vagy a gyermekvállalást tervező nők. Ugyancsak javasolt a védőoltás az egészségügyi és a szociális intézményben dolgozóknak és a tartós ápolást, gondozást nyújtó intézmények ellátottjainak ismertették. Az NNK hangsúlyozta, hogy a jelenlegi járványhelyzetben különösen fontos az influenza elleni oltás beadatása, mert a koronavírus fertőzés magasabb kockázatot jelent, ha más betegséggel jár együtt. Ezért, aki még nem oltatta be magát az influenza ellen, kéri a védőoltást házi orvosától vagy üzemorvosától.